És itt is van Nemes Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok! Én úgy látom, hogy az egyik szemük sír, a másik nevet, mert hogy ezekre az új egyenruhákra már régóta, évek óta szükség lett volna, viszont kicsit sokalják azt a bruttó 8 milliárd forintot, amit erre a Volánbusz ZRT szánni kíván, ami fejenként 600 ezer forintot jelent. Túlárazott, vagy mi a gond ezzel a beszerzéssel? Hát ami az elmúlt évek tapasztalatait mutatja, jelentősen megnövekedtek ezeknek a formaruháknak a költsége, úgyhogy közben minőségi problémák is vannak, tehát azért párhuzamot húznék itt most a Volánnál, ki Intender, vagy akár a BKV-nál működő formaruhák kérdésében. Nagyon sok problémák voltak, ezek a régebbi időszakban abszolút nem voltak jelen, és sokkal olcsóbbak voltak ezek a formaruhák. Tehát most akkor ez egy jó változás, drágább és rosszabb? Drágább és rosszabb, hiszen az előző szériához viszonyítva minimálisan 30-40%-kal drágábbak ezek a ruhák. Picit érthetetlen is, hogy mondjuk egy férfi ing, ami ugye most egy formaruháról van szó, azért persze minőséget kellene produkálni, és mondjuk 8-8500 forint, vagy egy nagyrág 13000 forint. És abból forint. Hány garnitúrát kapna? Én úgy tudom, hogy ez a 600000 forint egy ötös szériát jelent, tehát 120000 forint egy teljes garnitúrának a megvásárlása. Ez egy közbeszerzési eljárási tender alatt van. Itt az a kétségek merültek föl a kollégák részéről, hogy egyrészt már sok esetben méreteket vettek, ezt ugye tavaly előtt, tehát kérdés, hogy mire ez a tender lezárul, addig változnak-e ezek a méretbeni igények, illetve hát mondom, problémát okozhat az, hogy nem tudjuk persze előre látni, hogy ki fogja megnyerni ezt a tendert, de véletlenül abból a közegből fog kijönni, akinek például a BKV-nál is készítik. Na most a BKV ruhákról 2016 tavaszán az a hír járta, hogy melegek, tehát könnyű megizzadni benne, és volt, akinél még kiütést, viszketést is okozott. Ez nem egy jó ómen. Nem, abszolút nem olyan. Tehát nagyon sok minőségi kifogások voltak, nem is szeretik. De akkor miért ugyanilyen típusú ruhákat ezt nem tudom. Tehát igazán nagyon nehéz erre válaszolni. Azt tudom, hogy a szakszervezetek arra készülnek, hogy amennyiben megérkeznek az első mintadarabok, ezt mindenféleképpen szeretnék bevizsgáltatni, hogy milyen minőségi kritériumoknak felel meg, hiszen azt gondolom, hogy formaruhára kötelezni embereket úgy, hogy az adott esetben egészségi problémákat is hoz maga után, az nem szerencsés. A BKV-nál egyébként, amikor ebből sajtóhír lett és kiderült, utána változtattak ezen valamit, vagy akkor mindenki hozzászokott, ki mosta néhányszor aztán? Nem változott semmi. Hát akkor túl sok jóra nem tartunk, számíthatnak. Nem, sőt, ott tartunk már, és itt a Volánnál is javasolni fogjuk, hogy inkább adják oda ezt a juttatást anyagi formában a munkavállalók részére, írják el alap feltételeket, hogy milyen színűnek kellene lenni egy ingnek vagy egy nadrágnak, és ebből a pénzből bőven meg tudják vásárolni a dolgozók, és sokkal jobb minőséget, mint hogy ilyen módon jussanak. Na, de ez a pénz nyilván hiányozna attól, akihez jut. Ezt nyilván mi nem tudjuk megítélni. Az a kérdés, hogy az az első számú fontos, hogy egy egységes megjelenés legyen. Na igen, a szolgáltatásban. Pont ez a lényeg, hogy akkor hogy lehet egységes, hogyha mindenki maga veheti meg. Hát így meg az a probléma van, hogy ugyanúgy nem járnak formaruhában a dolgozók, és például Volánnál már 7-8 éve húzódik ez a kérdés, ami én azt gondolom, hogy hát akadályozza azt, hogy egyáltalán egységes megjelenése legyen. Valamilyen sejtésük van arra nézve, hogyha drágább, de rosszabb, akkor mégis miért ragaszkodnak ehhez a variációhoz? Ezt természetesen semmit nem tudunk bizonyítani, de léteznek mendemondák, mint ahogy a bevezetőben is mondtam, nem csodálkoznénk, csodálkoznánk, hogyha az a szolgáltató jelenne meg újfent, aki mondjuk a BKV-nál is beszállításokat eszközölt, és nagyon sok minőségű. Itt valamilyen érdekköri összefonódásról lehet szó, vagy miért? Ezt természetesen nem tudom megítélni, de nagyon jó lenne, ha az első számos szempont az lenne, hogy egy jó minőségi formaruhához jussanak a dolgozók, mert azt gondolom, az mindig kétségeket hoz, hogyha ilyen magas beszerzésen próbálnak biztosítani valamit, és közben hordani meg nem szeretik a dolgozók ezeket a ruhákat. Másik téma, a veronai busz tragédiáról is beszéljünk egy kicsit, mert hogy
sofőr szemmel. Nagyon-nagyon sok találgatás felmerült ezzel a tragédiával kapcsolatban, pedig még semmilyen konkrétumot nem tudunk. Ami konkrétum, az a Pizolit személyszállító Kft. Ügyvezetője azt mondta, hogy Békés Csabai nagyon tapasztalt sofőrök végezték ezt a fuvart, vitték a diákokat, tanárokat. Függetlenül ettől az esettől, ugye nagyon sokszor elmondják azt, hogy a sofőrök alulfizetettek és túldolgoztatottak. Ilyen szempontból a piaci szférában, vagy az állami szférában jobb vagy rosszabb a helyzet? Mindenhol rossz a helyzet. Tehát én sem szeretnék párhuzamoságot vonni ezen eset kapcsán. Nagyon sajnálom a történteket. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egyre rosszabbak a munkakörülmények, és a munkaerőhiány ezen a piacon is megjelent. De ez például a kereskedelemben úgy jelenik meg, hogy akkor javulnak legalább a fizetések, a bérek. Ez a sofőröknél nem így van, hogy hát munkaerő hiány? A bértárgyalások időszakának bázisában vagyunk, tehát mi csak majd most derül ki, hogy mennyiben fognak változni a bérek ebben a szakmában, de mit jeleztem, nagy a munkaerőhiány, nagy probléma, hogy a járvezetés, mint szakma nincs elismerve, ebben most már évek óta küzdünk, és én azt gondolom, hogy egy ilyen ügy kapcsán, ha mégiscsak párhuzamat lehet vonni, akkor ezt nagyon előtérbe kellene. Ez miben nyilvánul meg konkrétan, hogy nincs elismerve? Az, hogy tulajdonképpen egy OK és képzésnek kell megfelelni, nincs olyan értelemben szakmaként preferálva, elismerve, ami például egy ilyen garantált bérminimum emelésnél egyértelművé tenni azt, hogy erre a szintre föl kell emelni a dolgozók bérét, hiszen komoly viták vannak a különböző közlekedési cégek között, hogy elismerjék, vagy ne ismerjék-e. Ahol van pénz adott esetben, ott elismerik, megadják azt a szintet, ahol pedig nincsenek meg ezek az eszközök, vagy ezek a pénzek, ott nem akarják elismerni. Tehát segédmunkásként preferálják ezt a foglalkozást. Én azt mondom, a mai világban, amikor akár egy nemzetközi vonalon komoly vizsgákat kell tenni, komoly feladatok vannak, meg a járvezetésen kívüli tevékenységek is vannak, ez igaz nemzetközi városi közlekedésben, akkor azt gondolom, hogy méltatlan, hogy ilyen rossz munkakörülmények között ilyen bérekért dolgoznak a munkavállalók, és látszik, hogy hagyják el a szakmát a dolgozók. Szakértők azt a kérdést is felvetik, megint csak hangsúlyozom, hogy nem ezzel az esettel összefüggésben, csak általában a személyszállítással, hogy mondhat-e nemet egy sofőr, akár az önök szakszervezeti tagja, hogyha úgy látja, hogy az a jármű, amit vezetnie kell, az bizony nincsen olyan állapotban, hogy azt ő tisztességgel, becsülettel elvezetné, és ez igaz a metró vezetőkre, a buszsofőrökre, hát sajnos tudjuk, hogy ezek milyen állapotban vannak, ezeknek a járműveknek egy része. Komoly felelősség van a járvezetőkön, és nem szeretik azt mondani, hogy nem megyek ki ma dolgozni. Nem azért mennek be, hogy a diszpécserekkel azt közöljék, hogy ezzel a járművel nem megyek ki. Mindent megtesznek. Van, aki hogy ilyet már mondott? Volt már ilyen, és sőt, volt egy ilyen. Szankciója van ilyenkor? Azt gondolom, nem lehet szankciója. Persze burkoltan vannak olyan történések, amikor azt mondják, hogy akkor arra a típusról áthelyezem a járvezetőt egy másik típusra. Tehát burkolt szankciók mégis vannak. Tehát nem karban nagyon tartják a járművet, hanem a járművezetőt áthelyezik. Karban tartják a járművet, csak adott esetben úgy ítélik meg, hogy lehet, hogy ez a járvezető ezt a típusú kocsit nem tudja vezetni, vagy nem tudja megfelelően úgy kezelni, és akkor az a probléma. Tehát nem arra világítanak rá, hogy esetleg tényleg probléma volt-e a járművel. De ezzel kapcsolatban volt egy akciónk jó néhány évvel ezelőtt, amikor a különböző szabályok betartásával próbáltuk azt bemutatni, hogy ha minden egyes szabályt, amit a cég elő ezt betartják a dolgozók, akkor akár több száz kocsi is bent tud maradni. Nyilván jelentősen változott a helyzet. De akkor ezen a figyelemfelhíváson kívül ennek nem lett érdemi hatása? Én azt gondolom, hogy abban az időben lett érdemi hatása ebben, tehát a kollektív szerződésben azért a kocsi átvételi időket azért meg tudtuk védeni, ez azt gondolom, hogy egy fontos szempont, és én azt gondolom, hogy a munkakörülményekre is mindenféleképpen volt hatással, illetve azért természetesen változott a helyzet, hiszen azért mégiscsak kezd megújulni akár a BKV, akár más közlekedési cégeknek a járműparkja. Nemes Gábor, köszönöm szépen, hogy itt volt. Most következik Ignát Márk, elmondja a legfrissebb híreket, aztán folytatjuk.